Szép jó hajnalt mindenkinek. Torin vagyok. Ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Lássuk. Hova és meddig jutunk ma? Hát előbb-utóbb csak megépítik. Tényleg van rakéta? Akad. Ó, nemrég indult. Annyira nemrég indult, hogy ezen a napon nem is ér vissza. Ebben a 10 ciklusban. Úgyhogy csak egyéb tevékenységeket folytathatunk. Beleértve itt a végtelen záró bunkerfal kiépítését, ami után bezártuk az aszteroidánkat, hasonlóan ahhoz, amit a korai játékokban tapasztaltunk, amikor teljesen körkörösen adamantiumból volt, vagy neutróniumból, vagy micsodából, ebből az anyagból, neutrónium, a külső része az aszteroidának. Ennyi. Úgy érzem, néhány elveszett a szállításnál. Nye. De hát ez van. Egy adaggal kibővítjük. De semmi extra. Csak egy kicsi kis kibővítés. Ez valami alkalmas pozícióban van? Ja. Reméljük minden oké. Mert egy csekélyebb fúrást megejtünk. Homok. Hát nagyon nincs rá szükség, de ingyen van. És ha ingyen van, akkor miért ne? Megragadjuk. Az ingyen cuccot azt azért szeretjük. Az abból az a baj, hogy sok ilyen szilárdabb része is van ennek a cuccnak, ami nem omlik el magától. Úgyhogy attól tartok, kénytelen leszek itt a többit is behúzni. Ha valaha is abban a reményben szeretnék futni, hogy ez ki lesz ténylegesen fúrva. Akkor meg főleg ha a padló megépítését is elvárom. Nagyszerű. Nagyszerűbb. (Kül)
És már megkezdték a lehulló, el nem rendezett cuccok takarítását, el nem takarítását. De azért haladnak hébe-hóba ezekkel majd, miközben az acélkészlet némileg felduzzadhat, legalább. Hát jól elbontott egy darab semmit. Oké. Remek, remek. Előbb-utóbb csak befejezik. Á, nem alszol itt. Lehet, hogy az utolsó pillanatban, de kifúrtuk. Kifurattuk magukat, őket, párosával. Végtelen Millwood magok és gomba magok, gomba spúrák. Azt sajnálom, hogy ezek szerint a vacillátor töltés az elveszett, mint koncepció. Mint opció. Az egy érdekes lehetőség lenne. Mindenkinek tucatnyit betolni. Vagy amennyi van, nem is tudom hány fajta van. Elég sok. És befejeztük a kutatást úgy, ahogy van. Látó és biológiai szállító. Na, hát akkor megkezdhetjük a legközelebbi rakéta újraépítését. Alapoktól. Mert egészen más feladata lesz. Kivisszük a gyúpokat az űrbe, amennyire lehet, meg amennyire tudjuk. No, haladunk. Egyébként meglepően gyorsan rendezik ezt az ügyet. Amikor épp nem sügérkednek. Egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ennyire gyorsan kifúrják az egészet.
De ezek szerint nem aprózzák el. Nem egész két ciklus alatt több mint felével rendezték. Több mint felét rendezgették. Közben egyébként a felsőt is meglepően jól haladják. Meglepően jól haladnak ezzel is. Semmi belúgó falunk végtelen erővel bír. De hát ez egy ilyen fal. Ezt azért tudtuk róla. Erre különösebben nincs szükség. Hát talán aranyból lehetne több. Nyers fémből meg végtelen van. Úgyhogy körülbelül ez az érdekes, ez is csak az acél miatt. És akkor majd itt tudunk dolgozni alatta. Miközben meteorvihar tombol. Tényleg milyen tömeggel, 200 kiló, nem olyan vészes. Az meg egy tonna. Hát majd meglátjuk, mennyi és milyen biológiai trutymót akarunk visszahozni. Fúrnak, faragnak. Haladnak egy kicsit a... Ja, persze. Amikor frissen behullik a trutyi. Nyilván lehetne. Rakéta típusra van beállva. Hát ez a minőség, ez olyan, amilyen. Nem is az az érdekes. Még 10 ciklus. Hát majd egyszer megérkezik. Egy nagy javításra, átalakításra. Azt hiszem az utolsót ezen a szintig kihozza, igen, ez mégis ideális. Aztán majd meglátjuk, hogy ezekről mit lehet, vagy mit nem lehet hozni. Volt magokat a jégvilágból, az mondjuk érdekes. Lehet. Hogy annyit szerezhetünk, amennyire úgy érezzük, hogy szükségünk van, csak rendkívül sokáig tart. De ha valakinek a bázisához szükség van 82 darab extra magra, akkor csak idő kérdése. Ha türelmes és úgy kívánja, hogy a játék keretein belül szabályosan megoldja. Itt már majdnem az a tartomány érvényes, hogy hát ha nem, akkor nem, hát
ha valamilyen ötletedhez kell egy csomó speciális cucc, akkor hajrá. Senkit nem fog zavarni. Legfeljebb téged, hiszen szóló játék. Azt hiszem ezek voltak műanyagból. Nem, ez gránitból van. Akkor nem tudom mi ez a két naftafolt. Nagyon lelkesen fúrják a semmit. A lehulló animáció az itt van végtelenségig. Hát úgy látom, akadnak már a problémák azért a játékban egy ekkora méretű és ilyen régen futó bázis esetében. És nem csak a jól érzékelhető lassulás. Mert azt még el lehetne viselni. Mert azt még kényelmesen el lehetne viselni. No, hát próbáljuk megépíteni akkor azt a generátort. Most talán nagyjából készen állnak rá. Sőt, nagyjából megvan a legtöbb cucc hozzá. Pár darab szakaszka, ami hiányzik. Hol vagy? Oké. Mi kell nekem? Az egyenre csak jelölő. Fal, az jó helyen van. Belső fal. Jó helyen van. Tényleges hely. Fal, belső fal. Kettő magas. Remek.
Nem. Terv az, hogy ehhez a forráshoz fogunk hozzáférni, majd valahogy, lassacskán. A belső fal az alapvetően csak egy hőkiegyenlítő rendszer lesz. Annak az a fő feladata. Érdemben az fogja biztosítani, hogy mindig kellően meleg és alkalmas hőmérsékleten működjünk. De persze majd meglátjuk, hogy pontosan hogy néz ki, hogy jön ki. Egy acélfal. Mondjuk egy ilyen acél
akármi. Ez hány fokon kíván elolvadni? Ezer fokon. Az nem elég. Szükség van egy adag wolframra, az elvileg sokkal meleg, sokkal tovább bírja. Na, egy adag megmunkált rész, mindig jól jön. Mindig lehet vele mit kezdeni. Remek. Mikor bukkannak fel errefelé hős kis munkásaink, vagy semmikor? Láttam, találtak munkát itt ott, ott. Mondjuk, ha a Wolframra kell várnunk, akkor igazából nyugodtan befejezhetjük azt a tetőt. Úgy érzem. Sajnos, vagy sem. Majdnem. Majdnem. Majdnem elég. Majdnem elég. Ha így folytatjuk, akkor hamarosan elég lesz. A beomlás. Nyilvánvalóan a szkenner környékén. És szépen haladunk. 6 ciklus továbbra is marad kinn. Hát azon ügyködünk, hogy ne így nézzen ki a mi aszteroidánk, vagy bolygónk, vagy dobozunk, hanem egy szép nagy kocka legyen kívülről. Néhány rakétaindítóval. Oké. Na.
Remek. Azt hiszem akkor befejeztük a főfalat. Főfalat a főfalatban. És már csak a utolsó függőleges fala neutrónium tömbig van hátra, ami még mindig egy tetemes méret lesz, és rengeteg acélt fog elemészteni, mert ez a felső zóna ez elég magasan van. De utána be van fejezve az egész ügy. Remek, haladunk nagy léptekkel. Hőseinket igazából az se zavarja, ha egy kicsit egy-két kúsza meteor eltalálja őket. Az már szinte semmi számukra. Kindness tudott növelni. Az érdekes. Ja, állattartásból. Hát, sima 20-as atlétika, 20-as bányászat, 10-es farmál, 10-es főzés, 10-es építkezés, mindenben szuper erősek. Ő farmer, igazából nem nagyon látszik meg képességein, a farmolás az alig nagyobb, mint a többinél. De a 20-as atlétika nála is megvan. Eli. Egy 17-es főzés. Ő jó eséllyel a főzés egyik első számú résztvevője. Főzőcske. Bajnok. No. Érkeznek majd hőseink. Végtelenből persze, de tényleg hosszan, igen-igen hosszan tartó út van az eljutás pillanata, nem csak úgy elsétálgatunk. Főleg miután egy útvonal van csak. Hú, de happy-k. No, de eljutottunk a tényleges létráig.
Úgyhogy haladunk ezzel a teljes bezárással. Nem csak a semmibe, hanem azon túl is. Na és az első létrákat megépítik. Akkor talán végre látni is fogjuk azt a falat. Talán. Úgy látom már senki nem fog föllépkedni ide. Na, ott kim van, van bunker fal a legszéléig. Jelenleg 9-re átrakom, mert itt most még el fogják érni kényelmesen azt a sarkot, de aztán nem biztos. És a printer még legvégére egy adag nutrient bárt benyom. Jépi, pont ez kellett. Na, hát befejeztük a tetőt. Legközelebb meg visszaérkezik a rakéta. Meglátjuk, mire megyünk vele. Már ennyi.